A szerencsi német nemzetiség önkormányzat tagjai Oroszné és Éva jóvá tették azt, amit el sem követhettek. Című kötetét mutatták be február 26-án szerencsen a Rákóczi Vár termében. Árvai Attila, a szerencsi német nemzetiség önkormányzat elnöke köszöntötte az érdeklődőket, majd kiemelte, hogy ez az esemény különleges a német közösséghez tartozóknak, hiszen kiadóként az első megjelentetett kötetük. Az elnök arról is szólt, hogy egyedi a könyv, hiszen tudomásuk szerint ez az első a témát regionális szinten feldolgozó kiadvány. Ezt követően Majorszki András, a Gulák Kutatók Nemzetközi Társaságának elnöke idézte fel az ártatlan emberek Málenki robotra hurcolását. A társaság elnöke ismertette, hogy a szervezet 2009-ben alakult meg Váradi Béla és Váradi Huszár Ágnes amerikai-magyar professzorházas pár ösztönzésére. Az elhurcoltak és hozzátartozóik a kényszer munkáról nem beszélhettek a rendszerváltozás időszakáig, a megtorlás veszélyei nélkül. Majorszki András ehhez hozzátette, hogy az erkölcsi elégtétel csak úgy valósulhat meg, ha ezek a tragikus események nem csak, hogy bekerülnek a nemzeti emlékezetbe, hanem a történelmi súlyának megfelelő helyet foglalják el. Málénki robotra, vagyis a kicsi munkára Magyarország háború szerepállása miatt büntetésből és bosszúból hurcolták el az otthon maradt családokat, nőket, férfiakat és gyerekeket, emeltek ki a Gulák Kutatók Nemzetközi Társaságának elnöke. 1922-től 1950-ig 28,5 millió embert vittek el bányászati, vasútépítési munkákra. Az is elhangzott, hogy a szovjet vörös hadsereg által elfoglalt magyar területeken romelt takarítással való hivatkozással fegyveres szovjet katonák a nyílt utcáról vittek el magyar civil embereket. Ezután Árvai Attila mutatta be a könyvet és szerzőjét. Az elnök ismertette, hogy a rátkai gyökerekkel rendelkező orosz néstrumf Éva a helyi Zemplén Múzeum munkatársa. Árvai Attila arról is beszámolt, hogy a 70 esztendővel ezelőtti elhurcolások a szerző családját is érintették. Nagy nénjeit, golopról, nagybátyját és nagyszüleit rátkáról hurcolták el 1945. januárjában szovjet kényszermunkatáborokba. Jóvá tették azt, amit el sem követhettek című könyv, 60 oldalas, amiből 29 oldal német, 31 oldal pedig magyar nyelvű. Az illusztrációk, korabeli dokumentumok, fényképek, térképek, valamint az Embléni Múzeum gyűjteményéből származó képeslapok. A bemutatóból az is kiderült, hogy a könyv kronológiai sorrendben kíséri végig a második világháború végi civil elfúrcolások történetét az összegyűjtésről a visszatérésig. Árvai Attila virágcsokorral mondott köszönetet a szerzőnek munkájáért.